tudom rakni. Biztos? Szerintem. Ja, akkor egy kicsit csak tudom ide. Oké? Oké, és felhúzom magad, és óvatosan húzom. Látod, mire jó a YouTube, ezt már megnéztem. Ezt már nézhetek el oda. Ja, mert láttam, hogy sokat így van. Várjál, vedd ki a kenyérből. Ja, vegyem ki. Lógasd le. És akkor ugye miért? Ez rövid lesz a kenyér, egy picit hosszabb a kalány. De egyelőre maradom, és akkor így ezt a lábadat is állom. És van neked ilyen rovastáborod, olyan kisebb gyerekeknek, vagy? Kisebb, nagyobb gyerekeknek, felnőtteknek. Jó, visszarakhatod a lábad, akkor egyelőre csak lógasd le, jó? Így lógjon lefele. Emeld fel a lábfejedet, mint hogy egy labdát akarnál megtartani. Behajlít a tél, leenged, lenyújt a láb, és megemel a láb. Ez egy kicsit ilyen furcsa testtartás, tehát ezt csak így a lovaglásnál használjuk. Úgyhogy kell egy kis idő, hogy megnyúlnak úgy a szalagok, hogy ezt kényelmesen, de próbáld ezt a tartást. És akkor egyenes háttal a legfontosabb. Egyenes hát és elindulunk, jó? A biztonság jön. Ja, csak így. És akkor próbáljuk együtt mozogni a lóval. Egyik kézzel csinálják karkörzést előre. Szép lassan, de egyenes a hát, és külült a kéz. Ezt is emelsz fel a fejed. Kicsit megemel ez az állat, ez egy más tartás. Ja, nem, csak